Polt Péter legfőbbügyész 2010-es kinevezése óta 300%-kal nagyobb arányban utasítja el a legfőbbügyészség a hivatali korrupció miatt tett feljelentéseket 2006 és 2010-hez képest. És ha mégis elindult a nyomozás, akkor azokat kétszer gyakrabban szüntetik meg, írja az átlátszó.hu. Az ellenzéki pártok szerint az ügyészség ezzel a fideszes politikusokat védi. A legfőbb ügyészség szerint a portál és az ellenzék is rosszul értelmezte az adatokat. Simon Gábor, a szocialista politikus ellen vádat emelt tavaly az ügyészség. Rogán Antal ellen azonban eddig sikertelenül tett feljelentést több ellenzéki párt a belvárosi ingatlanügyek miatt. Az ügyészségtől az átlátszó.hu kérte ki az adatokat a korrupciós feljelentések ügyében. A válasz szerint a feljelentések száma Polt 2010-es érkezése óta felére harmadára csökkent, másrészt azóta 300%-kal nagyobb arányban utasítják el a hivatali korrupció miatt tett feljelentéseket 2006-2010-hez képest. Az a fideszes politikus, aki... Szigetvári Viktor az Együtt ügyvezető társelnöke szerint nem véletlenül. Polt Péter ezzel fideszes politikusokat véd. Szigetvári magyarázatot kért a legfőbb ügyésztől, és azt, hogy mutassa meg, mit tesz a korrupció felszámolásáért. Amint a Polt Péter újra főügyész, az Orbán Viktornak arra egészen biztosan garancia, hogy amint a Fidesz van hatalmon, a Fidesz ügyeiben sokkal nehezebb állampolgári feljelentéssel nyomozást indítatni, és utána bíróság elé vinni az ügyeket, hiszen tudjuk, hogy ezekben az esetekben már pótmagánvádra gyakorlatilag nincs lehetőség. Hasonlóan látja ezt Mirkocki Ádám is. A Jobbik szóvivője szerint a párt több képviselője is több korrupciógyanús ügyben tett feljelentést, az ügyek azonban kevés esetben jutottak el még a nyomozati szakaszba is. Mind a rendőrség, mind az ügyészség, mind nagyon sok komoly hatalmi ág, vagy közjogi ág egyértelműen kézivezérelt politikai irányítás alatt van, amelyek sajnálatos módon kizárólag a Fidesz belpolitikai érdekének megfelelően dolgoznak. Szabó Tímea szerint nem meglepő a folyamatok alakulása. A Párbeszéd Magyarországért társelnöke szerint nem lehet sokat várni egy olyan legfőbb ügyésztől, aki együtt szotyizik a miniszterelnökkel a focipálya lelátóján. A párt képviselői már többször is tiltakoztak. Polt Péternek le kellene mondania, nem alkalmas arra, hogy legfőbb ügyészként ezt az országot ellássa, ennek az országnak az ezzel járó feladatköreit. Azt gondolom, hogy Orbán Viktor pincsi kutyája ne próbáljon meg ebben a nagyon is fontos feladatkörben tevékenykedni. Én ezeket az adatokat most hallom először, és még nem hallottam még összefoglaló szintjén sem ezt az állítást. Nyilván utána kell nézni, hogy mik itt a valós számok és mik az adatok. Ezt már Tuzson Bence mondta sajtótájékoztatóján. A Fidesz frakció szóvivője írásbeli választ ígért, ami adásunkig nem érkezett meg. A legfőbb ügyészség elutasítja Szigetvári Viktor és az átlátszó.hu vágyait, reagált a történtekre Fazekas Géza. A legfőbb ügyészség szóvivője szerint a hírportál egy olyan adatsort vizsgált, amiben nem csak az ügyészség, hanem a rendőrség adatai is benne vannak. Magyarország ügyészsége törvényesen jogszabályoknak alárendelten végzi a tevékenységét, és mind az ügyészségnek, mind a rendőrségnek megvan a maga hatásköre egyes korrupciós bűncselekményeket érintően, és az adatgyűjtés egy úgynevezett egységes rendőrségi, ügyészségi közös állományban, adatbázisba kerül bele. A szóvivő elmondta azt is, hogy az ügyészség kiemelten kezeli a korrupciós ügyeket. Ezt mutatja az is, hogy az ő adataik alapján az elmúlt két évben megháromszorozódott azoknak a száma, akik korrupcióban érintettek, vagy hivatali korrupció gyanújával eljárások különböző szakaszaiban állnak.